Tesó! Itt van! Ne csináld! Ember! Sziasztok, én ennek Robi vagyok, és itt is vagyunk a Gameplay csatornámon. Köszöntök mindenkit nagy-nagy szeretettel. A most következő videónkban pedig fazmofóbiázni fogunk. Hogyha esetleg valakinek kimaradt volna az a videó, amelyben életemben először kipróbáltam, akkor mindenféleképpen pótolja be. Az a baj, hogy nagyon, de nagyon régen volt az már, és azóta egy csomó mindent elfelejtettem, pedig valljuk be, ott is béna voltam. Szóval ne várjatok tőlem ilyen profi gameplayeket. Folyamatosan részről részre ismerkedünk a játékkal, és akkor levadásszuk itt a szellemeket, meg minden. Szellemvadász Robert meg is érkezett. Egy játékos mód, azaz egyes szint, és kajakra így nézzünk ki. Hát ki állította ezt be? Mert nem azért. Mert hogy én biztos nem, az tuti. Készen is vagyok, sohasem voltam még ennyire készen. Egyébként az volt a problémám, hogy nem tudtam lerakni ugye a videó kamerát. Vagyis le tudtam rakni, csak a furgonban, nem láttam a képét. Hát kíváncsi vagyok, hogy majd most fogom-e látni. Egyébként nézegettem statisztikákat, és a Gameplay csatornának a nézőnek több mint 70%-a nincsen feliratkozva. Szóval, aki még nem tette volna meg, mindenféleképpen iratkozom fel, ugyanis pörgetjük itt a komolyabbnál komolyabb gémeket. A futás nem mindig a legjobb választás. Ilyen tippet adott nekünk a játék, és de jó, nem csak itt nálam esik az eső, hanem még a gameben is. Fú, de borzalmas ennek a lámpának az ide vetülése. Hát alig lehet tőle elolvasni. Teljesíthető feladatok. Fejtsd meg, miféle kísértettel van dolgod. Aha. Második feladat. Fotózd le a szellemet. Nem tetszik. Harmadik feladat. A csapatod egy tagja éljen át egy paranormális élményt. Negyedik feladat, érd el, hogy a kísértet elfújjon egy gyertyát. Mi lesz itt? Pár dolgot már megtudtam a kísértetről, úgy tűnik, hogy a neve Alex Bilk, ha minden igaz, csak olyan embereknek válaszol, aki egyedül van a szobában. Mondd ki a nevét, hogy ingerülté váljon, hát tudjátok mikor, de nem, ki fogjuk mondani, és fel fogjuk idegesíteni a szellemet, bízzátok csak rám. Alex Birk, ki sem tudom mondani, Alex Birk nevezzük meg, így paranormális aktivitást generálhat körülötted. Tanácsért fordulj a naplódhoz, illetve írd bele a meglévő bizonyítékokat. Oké, na de akkor itt is vannak a cuccaink, felveszek egy kamerát, egy ilyen K2-t, itt van nekünk egy kulcs, na várjatok, már az is kéne, nem? Mekkorát dörgött? Itt van a házunknak az alaprajza is. Itt megyünk be, balra van egy szoba, két szoba. Itt van szerintem egy amerikai konyhás nappali. Meg itt van talán a garázs? Ja, hogy ez ráadásul egy emeletes ház. Hát jól van. Készen állunk. Miért van ilyen sötét? Hát konkrétan el se fogok találni a házig. Ja, de el fogok, mert ki van világítva. Egy a lényeg, hogy most ne felejtsem el bekapcsolni a K2-t. Úgy, mint az előző részben. Na de, be is megyek. Hello szellem! Mi volt a neve? Alex Birk vagy valami ilyesmi. Kéne nekünk egy elemlámpa, ugyanis ez így nagyon nem jó. Aha, szerintem menjünk vissza egy elemlámpáért. Fussál már! Jó. Nagyon jó. Jó, hogy megy az idő közben! Hát mégsem olyan jó ez. Na várjatok, elemlámpa. Elemlámpa, vedd már fel! Ezt eldobtam, bocs, felvettem itt az elemlámpát. Jó, nagyon, de nagyon. Nem szimpatikus az, hogy már kajakra csak 4 percem van. Hát annyi idő alatt meg sem találom a végén, hogy melyik szobában van, egy biztos, hogy a K2 az már be van kapcsolva. Itt van egy fürdőszoba, de hát vannak olyan szellemek, amelyek bizony... Ki hagyta itt a telefonját?
ház lakói is itt lehetnek, szóval amelyek bizony nem is felfedezhető K2-vel. Kellett volna hozni egy spirit boxot. Hát hogy beszéljek hozzá? Meg hol van a háznak a többi része? Csak ennyi van? Itt a kocsi. Hát de nagyon nem. Ez zárva van. Szerintem az lesz, hogy majd újra fogjuk indítani ezt az egészet, és most csak felfedezzük, hogy mégis mi újság van. Most ráz a hideg egyébként nagyon. Ezt lerakom ide. Hát, ha majd fog írni bele. De itt folyamatosan akkor rásolni kell amúgy. És nagyon, de nagyon pörgetni! Jó? Semmilyen. Várjatok, kapcsoljuk le az elemlámpát. És nézzük meg így. Egyenlőre semmilyen jelet nem mutat a K2. Na de menjünk is ki szerintem a furgonhoz. Nagyon, de nagyon gyorsan. Fuss már! Ugyanis be kéne hozni a spirit boxot, és ki kéne mondani a szellemünknek a nevét. Ugyanis akkor bizony be fog durvulni, nagyon is nincsen itt gyertya. És már komolyan csak 2 percünk van, szóval rohanjunk! Valamelyik hálószobába próbálok beszélni vele a spirit boxunkkal. Erre, nem erre fele volt, még tovább. El ne tévedjek! Hú, nem tévedtem el, jó. Ide lerakom a spirit boxot. Melyik a mikrofonunk? Hát ez is probléma. Ja, ez a mikrofonunk. Alex Brick, itt vagy? Alex Brick, én itt vagyok. Várjatok, lekapcsolom az elemlámpát. Jó. Alex Brick, téged kereslek. Merre vagy, kedves Alex Brick szellem? Kérlek szépen, ne öljél meg engem. Alex Brick. Hát... nagyon nem ebben a szobában van akkor. Nézzük meg, hogy vajon írte a könyvbe bármit is. Én ide raktam ezt a könyvet? Ide raktam, jó. Várjatok, az elemlámpát kapcsoljuk ki, jó? Spirit box. Aha, az előbb láttam a leletemet, meg ismételtem. Alex Brick. Melyik a mikrofon? Melyik volt a mikrofon? Ez jó. Alex Brick, merre vagy? Alex Brick, itt vagy? Én téged kereslek, Alex Brick. Ha itt vagy, akkor jelez nekem. Alex Brick, jelez nekem. A K2-vel nem érzékeljük. Na de a naplónkat elő kéne vennünk. Az a baj konkrétan, mert azt is elfelejtettem, hogy a naplónkat melyik gombbal tudtam elővenni. De nem lehet amúgy, hogy... most... fogjuk látni. Csak nincs nálam a fényképezőgép, és így nem fogjuk tudni lefotózni. Aha, itt van! Figyeljetek, ha nem is fotózzuk le, legalább mi lássuk már. Hol van? Várjatok, most kéne feldühítenünk. Vegyük elő a spirit boxot. Alex Brick! Alex Brick! Hogyan haltál meg? Alex Brick! Nagyon, de nagyon gyanús szellem vagy te nekem! Bántani akarsz engem, kedves Alex Brick? És tudjátok, mindjárt telibe megjelenne előttem, hát kifutnék a világból. Na de most már nincsen itt. De az előbb itt volt ebben a szobában. Bár nem volt elég erős a jel akkor sem. Tesó! Itt van! Mi volt ez, ember? Ne csináljátok! Életemben először most látok ilyet ebben a játékban. Hát kajakra megjelent, le kellett volna fotóznunk. Kezdem azért feldühíteni. De most elment errefele, nem? Most kövessük, vagy ne? Na de, várjatok! Időközben megtaláltam, hogy mégis mivel kell ezt megnyitnunk.
fagyos hőmérséklet volt. Fú, és még mennyi szellemre igaz ez? De most is mi ez a hang? Tudja, hogy itt van! Ne csináld! Ember! Itt van! Itt van! Itt van velem szembe! Hármasig megy fel maximum, szóval kizárhatjuk az ötöst. Várjatok? Az előbb volt négyes is. Pedig az megvan, hogy még kellően fel sem dühítettem? Ki kéne mennünk innen? Aha! Aha! Mi ez az egész? Jó, nem írt a könyvbe. Ötös! Megvan az ötös! De hol van? Szóval ki kéne mennünk innen, és kéne hoznunk cuccokat, ezt a tányért bizony ő verhette le. Na tudjuk azt már, hogy felmegy ötös szintre, és így már bizony csak négy szellem variációnk lehet. Azt hittem már, hogy fullba bezárt, és konkrétan már ki sem tudok jönni a házból. Azt a dotos cuccot szerintem hozzuk be. Ja, már az időnk régen letelt, de hát ez nem probléma. Az a lényeg, hogy belerázódjunk a játékba, és rájöjjünk a szellemünk típusára. Na vajon fogunk-e találni új lenyomatot? Szerintem, hogyha ezt a kettőt végignézzük, akkor bizony abból már ki kéne tudnunk következtetni, hogy mégis milyen szellemmel van dolgunk. Brutálisan ráz a hideg! Nem szokott ilyen durván egy játék közben sem. Na de ez közben! Nagyon is. A könyvünkben még mindig nem írt semmit, aha, hogy látom ismételten a leheletemet. Na figyeljetek, én ezt a cuccot, várjatok, fel kéne kapcsolnunk egy lámpát. Hol van egy lámpa? Lámpa! Lámpa, kedves Alex Brick! De most gyere már ide! Ha megöl! Mit művelsz? Aha, szóval ilyen, hogyha egy szellem megöl minket. Nem tudunk menekülni amúgy. Hogy mi van most? Ja, most meghaltunk telibe. Ha! Konkrétan egyik feladatot se sikerült teljesítenünk, és kaptunk kőkemény 10 XP-t, és megölt minket ez a szellem. Hát figyeljetek! Szerintem ebben a videóban ez bőven elég volt, ugyanis most ismerkedtem még jobban ezzel a játékkal. Hát videóról videóra egyre komolyabbak leszünk, de azért bőven már voltak bizonyítékaink, meg hogyha találtunk volna még egy nyomot, abból már ki tudtuk volna szűrni, hogy mégis milyen szellemmel volt dolgunk, de akkor is brutális, hogy így néznek ki a szellemek ebben a játékban. Komolyan, én még nem láttam ilyet. Azért is lepődtem meg ennyire. Nyilván, hogyha már több századjára láttam volna ilyen paraszellemeket, akkor azért nem lett volna ennyire heves a reakcióm, de majdnem kitaláltuk azért. Szerintem egyébként az idővel leszek én bajban mindig is, hogy ez bizony 5 perc alatt kéne elérnünk. Na de, remélem, hogy bejött nektek ez az egész. Hogyha igen, akkor mindenféleképpen csapassatok egy hatalmas nagy lájkot, és akkor látom, hogy van rá igény, hamarosan jelentkezek a folytatással. Én Elek Robi vagyok, majd találkozunk egy újabb gameplay videómban nem sokára. Addig is, szevasztok!